Mert mondjuk lehet, hogy te tudsz, de én nem. Szóval csak anyóka megkérte, hogy... Egy vízügyi. Nézed. Szerintem a partra vezette valaki. Az igazság, hogy Szalancsik anyóka jól, akkor kiválók megkérte azt, hogy képet nem mutassak róla, mert nem engedi meg. Nem járulok. A hanganyagomat vihetik, de képet semmiféle körülmények között soha. Nem. Az az igazság, hogy Kanyókával mai világról fogunk beszélni, ma történt eseményekről. Kanyóka el fogja mondani, hogy mi a véleménye a szihúról, a pszichológiai dolgokról, hogy az ember milyen nagy megpróbáltatásokon kell keresztül mennie. Nem hiszik el, de most tényleg Kanyóka tolat, és kettő autó között megy el úgy, hogy alul még jönnek, sétálnak az ember. Közben feltettek egy kérdést, igaz, konsor? Na megállj! Bocsánat, de majdnem kiréptek kancsorhoz. Kancsor, mit gondolsz? Tényleg rossz a gazdaságunk? Vagy mégis vagy? Vagy te más mi? Most ez egy szar az egész rendszer, ami ezen a politikai helyzeteken alapul. Meg az Orbán kormány, meg ilyenek. Most jönnek ide nekem ilyen telefonadóval, meg ilyen szarságokkal, bazd meg, azt semmi érzem értem. Kancsor, hagyjuk a politikát. Ne folyjunk bele, nem? Tulajdonképpen én is tudnék új izé lenni, köztársasági elnök diploma nélkül, nem? Meg lehetne oldani azt. Akkor a gyerekek meg éhen, étlen, szobjan élnek, családok meg a hátrányos helyzet. Még jelenet felejtem, képzeljék el! Buhatva! Most találkoztunk egy úri nővel, akit azt kell, hogy megosztanom magukkal, hogy Biharfának hívták a hölgyet. Na most mi a neved erről a névről, kedves kancsor? Ja. A Biharfáról mi a véleményed? Biharfa. Na most, ha úgy tetszik ez a kifejezés, hogy Biharfa, egy angol-francia szász eredeti szó. A Hajdú Bihar megyéből származó kurvákat is lették ezzel a névvel egyébként. Ha úgy tetszik, nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ezek a hölgyek teljesen tisztességes úton keresik a pénzüket, és ezzel elmondtam minden szerintem róluk, hogy kurvák. Köszönjük szépen! Ez az egyik napirendi pont. Még el ne felejtem, képzeljék el! Buhatva fel, akit azt kell, hogy megosztanom maguk. Mi a neved erről a névről, kedves kancsor? Angol-francia száz eredetű szó. A Hajdú Bihar. Nem vagyok teljesen biztos benne, hogy ezek a hölgyek teljesen tisztességes úton keresik. Elmondtam minden szerintem róluk, hogy kurvák. Köszönöm.